Jó estét kívánok a heti Libazsír nézőinek! Egy visszafogottan közismert ember lesz ma a vendégünk, akiről Szegvári Kati szerkesztő gondoskodott, és akivel nagyon nagy örömet szerzett nekem egy speciális okból. Hogy szeretném megtudni, hát mivel ti évfolyamtársatok voltatok az egyetemen. Ez a speciális ok, igen? Hogy milyen volt Kati az egyetemen, és milyen volt Hegedűs doktor? Meséljetek! Az az igazság, hogy én azon a pályán játszottam, akik a lányokat szeretik, és ezért elég hamar feltűnt nekem Rangos Kati. Azt hittem, hogy is ezért nem érdekelte, hogy én milyen voltam. És őszinte tisztelője és csodálója voltam. Egy hírt be kell jelentenem, sajnos csak távolról. Hát igen, de az viszont nekem ennél konkrétabb szép emlékem van veled kapcsolatban, ami nekem jelentős volt, és neked nem volt jelentős, hogy büntető államvizsgán suktál nekem, vagy mit csináltál, tehát hogy segítettél a tételt kidolgozni. Na látod, erre nem emlékszem. Hát a zsenialitásom akkor hát is kibilágolt. Lettél, igen, ami azért érdekes, hogy a zsenialitás, hogy a Facebookon soha nem arról posztolsz, hogy milyen ügyeid vannak, mit nyertél meg, mire vagy büszke, hanem a sport teljesítményeidre, mert hogy ma is aktív asztali teniszező vagy. Itt van egy kép, de hát rengeteg kép van, ahol nyersz, meg másodikok, meg világbajnokság. Állandóan nyersz. Te vagy a legjobb a korcsoportodban? Nem, sajnos, de ahogy felkonferáltál, hogy visszafogottan ismert vagyok, azért a pingpong sportban nem vagyok visszafogottan ismert, most már 50 éve sportolok, csak közben kihagytam 40-et. Tehát én a Klampárékkal, a Jónyérekkel, a Gergely Gabival együtt kezdtem, aztán jött a ügyvédi pálya, ahol értemes sikereket, vagy nem, ezt majd a közvélemény eldönti, de erre büszke vagyok, mert ez nem a szakmám, hanem a szerelmem, a hobbim. Uh-huh. Igen, sokat nyerünk, most aggódom is, ugye a mai napok témája. Bordóban lesz a világbajnokság, júniusban, ha lesz, mert éppen a francia állam is teljes zárlatot rendelt el, tehát pont tegnap kaptam egy e-mailt a versenyrendezőitől. Hát májusig még azért történt. Hát júniusig, igen, ők is ezt írták, de aggódom, mert az az igazság, világbajnoki győzelmi célaim vannak, mert sajnos egy korosztályt feljebb ugrottunk párommal, Frank Bélával, aki különben önmagában világbajnok, ott van mellettem pontosan, ez a Békés Csabai tavalyi magyar bajnokság volt, az ideig megérte. Piros pólós. A piros pólós, ő egyéniben is világbajnok volt, veteránban, de fiatal korában is Európa-bajnoki bronzéremes volt a Klampárék utáni időszakban, sőt, talán még együtt is. Igen, hát ez a célom, hogy ezt megnyerjen. Olyan ihletetten beszélsz erről a pingpongról, mint hogyha az életednek a legnagyobb részét nem a tárgyaló termekbe töltötted, és húztál volna ki a csávából embereket, meg hogy mondjam, társuk lettél volna abban, hogy megkapják, ami jár nekik. Tehát, hogy ez engem lenyűgöz, meg levesz a lábamról. Csináltam az interjút, akkor de is ezért nekem a legjobban a világon? Nem, hát természetesen. Elsődlegesen én a Budapest Ügyvédi Kamara elnökhelyettese vagyok, rengeteg ügyben dolgozom, nagyon sok ügyben látok el képviseletet, sajnos lelkismeretesen, mert ez probléma a számomra, és azonosulok is vele. Beszélgettünk, Bárándi Gyuri bácsi mondta, hogy fiam, ne azonosulj az ügyekkel. Sajnos ezt a tanácsát nem tudtam magamévá tenni. Igen, én a szívemre veszem az ügyeket, és van, amikor éjjel felébredek, hogy mi a megoldás. Lehet, hogy azért élsz, mert pingpongozol. Mert hát, ezeknek az embereknek, akik szívükre veszik az ügyeket, előbb-utóbb a gyomrok megy rá, meg a szív, a koszorú ereik, meg nem tudom. A sport az fantasztikusan fiatalon tart, az az igazság. Na várjál, de még időnként diszjoké még mindig. Az is. Igen. Hát, az is. Az is. A többek között sok szerelmem volt, sajnos a Kati nem volt. Már akkor is diszkóztam az ötvös klubba, akkor ugyan nem mertem kikérni a titkosszolgálati jelentéseket, hogy vajon miket jelentettek, mert ugye azért nem az akkori kormánypártnak a feltétlenül. Meg tudtad állni, hogy nem meg tudtam állni, megmondom én, mert nem voltam kíváncsi arra, hogy ki jelentett rólam. Pár ügybe eljártam különben régi diszjokéknek az ügyébe, és akkor láttam, hogy hát a diszkósoknak a fele bizony besugó volt, és ezt könyvben is láttam. Na, de pici hal voltál hozzájuk képest, tehát rólad ők biztosan hát, de nem ötvös klubban voltunk, azért ötvös klubban voltunk, azért biztos, hogy voltak, de nem akartam. Most is beáll diszkozni, ilyen retro. Újpesten voltam múlt héten,
megmondom speciális őszintén. Speciális felkéréseknek eleget speciális teszek. Kéréseknek eleget teszek, pláne egy ügyvéd barátom. Én már évek. Nem, minden évben felkérnek ilyen bulira, meg a kamarába is szoktam még diszkót tartani. Minden technikai felszerelésem megvan, természetesen. Talán... De mikor van időd például edzeni? Minden nap. Hogy minden? Minden nap járok edzésre, a magyar válogatott mellett lehetőségem van edzést tartani, a statisztika remélem nem megszűnő égisze alatt, miután még, hogy még valamit csináljuk, emellett a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek, a Fegyelmi Bizottságának, a másodfokának ez is a tagja vagyok. Ez mi ez a kép, ahol egy ilyen nagy tányér? Ez Karcagon volt idén egy óriási verseny, január végén, és az arany, itt nem kupát kaptunk, hanem egy szép karcagi tányért, én már ez a harmadik karcagi tányérom. Jó néz ki egyébként. Szeretem, óriási verseny van. Óriási verseny volt. Jól be vannak a térdeid. Igen, a térdeim, viszont az atlétakoromnak köszönhető, mert gátfutó voltam, 400 gáton, magyar bajnoki ezüstérmes voltam, és akkor, ha már atlétikáról beszélünk, megnéztem az 1967-es 400 gátas ifi bajnoki eredményemet, ami akkor 54 hét volt, és most is 2019-ben az ifi bajnokságon ezzel az eredménnyel bizony még mindig második lettem. Megnéztem. Egyébként a Galambos Erzsi kérdezte, hogy ki jön ma ide, és mondtam, hogy te, és azt mondta, hogy csókoltat, és a papád egy fantasztikus konferencié volt, és imádott vele dolgozni, úgyhogy szerintem egy csomó mindent, ezt a beszélőkédet, ezt tőle örökölte. És még valamit mondok, mind atlétikában, mind pedig asztali teniszben, édesapám előttem járt, ő mezőtúron atlétizált, nagyon jó távolugró volt, különben például, hogy most Csík Ferencről beszéltek neki, nagyon híres volt a akkori riportja, meg az olimpiákról, a berlini olimpiáról, rádiós versenyt is nyert a közvetítésével, és ő nagyon jól asztali teniszezett a Művész ECE-be, többek között Koncz Gáborral, aki akkor az asztali tenisz feltétlen híve volt, a Darvas testvérekkel együtt. Volt ilyen együttes, egyesület, hogy Művész ECE. A Varga Katalin gimnáziumban volt, és abba csodálatos években járkáltunk pingpong versenyekre, és akkor onnan lettem atléta. Azért most már egy ügyről beszélünk. Beszéljünk egy ügyről. Már nem nagyon fér, mert megtudtuk, hogy a 21. század, 20. század vége, 21. század eleje legnagyobb pingpongozójával tudtuk eltölteni egy fél órát, aki mellesleg ügyvéd. Nagy, és ezzel így elintéztük ezt a 60 éves pályafutást. Tudom, hogy az egyiket nem te véded. Igen. De két sportoló edző, méghozzá most neves edző, sportolók, akiket egy kislány megvádolt azzal, hogy abuzálták őt. És tudom, hogy ez annyit nagyon... lehet mondani, hogy vízilabdázókról van szó? Lehet szó, hát azért... természetesen meg is jelent, igen. Ez az ügy tavaly év egyik nagy ügye volt. Nagyon sok tanulsággal járt, a sajtót, a sajtójogot is érinti. Minden esetre a felelőtlen fecsegésnek borzalmas következményei annak. Ugyanis... tehát, hogy kiadták a nevüket. Igen, és ezt egy... eljárás során a rendőrség megállapította, hogy kik voltak, akik a sajtó részére eljutották egyáltalán a nevüket a vízilabdázóknak. Jelenleg folyik a PKKB-n, a Pesti Központi Keleti Bíróságon a rágalmazás miatti eljárás. Ha van, illetve ha lesz jogerős ítélet, akkor természetesen a polgári jogi igényt is előfogjuk, nevezzük így a személyiségjog megsértése miatt az illetékes tévécsatornával szemben. Itt egy valami nagyon érdekes dolog történt, ezt sajtómunkásoknak mondhatom. Nem teljesen értek egyet a bíróság döntésével. Mi rágalmazásért tettünk feljelentést, kinyomozta a rendőrség, kik működtek közre ebben az ügyben, de a bíróság, a PKKB tanácsvezető bírója szerint azáltal, hogy a sajtónak ez az ember, nem mondom a foglalkozását, ez az ember lehetővé tette a megismerését az elkövetőknek a nevének, ezáltal jogosulatlan adatkezelést követett el, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a sajtó viszont sajtót megilleti az a jog, hogy nem köteles feltárni az információ adóját. Tehát ebben nem teljesen értek együtt, hozzáteszem, ez a döntés jó nekünk, természetesen ez egy közvádas nyomozás. Tehát remélem, hogy mindenki elnyeri a méltó büntetését a végén. Én is tanulok ebből az ügyből, viszont büszkén jelenthetem, hogy első perctől kezdve tudtam, hogy a két sportoló teljesen ártatlan. Nem azért, mert nem lesz mindenki automatikusan ártatlan, azért, mert eljön hozzám az irodába, azért nem úgy működik, de itt tényleg
ismerhettem meg, akiket iszonyúan megviselt a gátlástalan sajtó. A család is van itt. Gyerek, hát, álljunk meg egy pillanatra, hát azért mindent a nyakamba veszek ismeretlenül, már az ügy konkrét részleteinek az ismerete nélkül is, ami a sajtó általános megítélésére vonatkozik. Nem esik nagyon jól, de nyilván megtettük a magunkért, hogy ez így alakuljon. De azért az igazság kedvéért tegyük már hozzá, hogy itt arról van szó, hogy megvádolt valaki, egy tinédzser lányka, ki tudja miért, feltűnési viszketegségből, vagy azért, mert félreértett egy gesztust, vagy bosszút akart állni valami medencebeli megaláztatáson. Tehát vagy lehet valaki felbíztatta őt. Oka, vagy felbíztatták, de azért mégiscsak arról van szó, hogy hamisan vádolt meg egy kislány két felnőtt edzőt. Vagy a kislány teljesen jelentéktelen a mi szempontunkból. Nem teljesen. Mert... Tehát azért nem minden a sajtó szerintem. De ebben az ügyben, hogyha nem teszik lehetővé a sajtónak, ennek a két embernek a nevének a megismerését, és ez még... Tehát, hogyha lett volna nyomozás, ahol meggyanúsították volna ezeket az embereket, de még gyanúsítottak se voltak, egy pinf tanúk lettek aztán az eljárás végén. Tehát ebbe a sajtó felelősségét szeretném kinagyítani, igen, vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet közzétenni, nem lehet neveket közzétenni, nem lehet mindenkit a porba, sárba döngölni, igenis tessék meggyőződni arról, amit a média törvény előír. Média törvény előír. Valós tényekről kell beszámolni, és az, hogy valaki még megtesz feljelentést... Tehát amikor közzétették, akkor még gyanúsítottak se voltak? Eleve nem voltak gyanúsítottak, soha. Viszont mindjárt volt nevük. Igen. Jó, azért beszéljük meg csak a rendkedvéről. Ez ugye a TV2-nek volt egy riportja, én nem, amiről beszélünk. Nem mondok. De hogy én jól emlékszem. Jól emlék, akkor a Laci nem mondja, csak jól emlékszem. Azért, mert azt gondolnám, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor az lehetne. Ez a tévé, másik tévé. Na, más szabály... tévé is átvette. Igen, később már, sőt, nyomtatott sajtó is igen, igen. Más, hát amelyik tévének, hogy mondjam, a nevet közölni van kedve egy ilyennél, mert azért azokat a szabályokat, azok, hogy kit hogyan írunk le, mint hogy milyen állapotban, mikor nevezünk meg valakit, arra azért bizony lehet eligazítást adni egy-egy szerkesztőségnek. Sajnos... Tehát én azt hiszem, hogy gyanúsítottként is csak a kezdőbetűt lehetett volna, ha gyanúsított. Ha meggyanúsították volna, és akkor is van ez a pici régi elv, az ártatlanság vélelme, de hagyjuk. De nem is ez a lényeg ebben, hanem a felelősség, és a sajtónak óriási felelőssége van. Óriási felelőssége van. Én az ügyvédi jelölteknek minden évben tartok előadást az ügyvédek polgárjogi és büntetőjogi felelősségéről, és azt kell mondanom, hogy ebben az ügyben a jelöltek számára is egy nagy tanulság volt, hogy ésszel nyilatkozzunk. Ésszel nyilatkozzunk, és ne osszuk meg a sajtóval a fél igazságokat, vagy negyed igazságokat. Miért ebben egyébként volt olyan, hogy az ügyvédek mondtak valamit, és rosszul orientálták igen, a sajtót? Igen, igen. Itt tulajdonképpen az egész ügy egy nagyon helytelen nyilatkozattal kezdődött. De erről, az egy ügyvédi nyilatkozat volt. Jogot végzett. Ne rébuszoljál, léci. De hát én tudom, hogy miért mondom, hogy én nem, ezt szoktam mondani, hogy nem personifikálok, mert nem akarom, hogy beazonosítható legyen. Jó, értjük. Nem értjük. De ugorjunk. Ugorjunk. Hogyha így akarod, akkor ugorjunk. Hány ügyed volt egész életedben eddig? Hát pontos számom nincs, de az évi 40-50 biztos volt, és lassan 40 éve vagyok ügyvéd. Tehát régen, amikor még Budafokon voltam ügyvédjelölt, meg fiatal ügyvéd, akkor azért rengeteg adásvételt, meg ajándékozást, tartást. Tehát csomó szerződést készítettünk, akkor nem voltak ilyen borzalmas nehéz téve a szerződéskötés feltételei, mint most, hála Isten, akkor azért nem kellett felkészülni, hogy csalnak, hazudnak az ügyfelek, akkor például 30 éve nem tudtam elképzelni, hogy személyigazolványt hamisítsanak ingatlanadásvételre. Most már sajnos láttunk ilyeneket, hogy okiratokat hamisítanak ingatlanokra, és szerencsétlen ügyvédeket iszonyú kellemetlen helyzetbe hozzák. Most már ugye könnyebb, mert van jübbölés, tehát meg kell jogügyletek biztonságáért szóló. Ez nagyon jó műszó, ezt nem is hallottam. Igen, tehát le kell ellenőrizni az ügyfelet. Azért bizony a pályám elején ez lazábban ment, de most került elő az egyik ügyembe egy 30 halány éve készült szerződés, és tudjátok, egyik legszebb tulajdonságom a szerénység, büszke voltam az akkori szerződésemre. Tehát... Ha bejön hozzád büntető ügyben valaki, igen, akkor mit mondasz neki?
Mennyire jó napot kívánok. Igen, köszönt, nagy, mert udvarias ember vagy. De mit mondasz, hogy mindent mondjon el? Hát azt elvárom. Azt természetesen. De volt ma úgy, hogy átvertek? Volt. Meg is szüntettem a megbízást, egy elég nagy ügybe volt. És menet közben rájöttem, hogy még nekem sem mondtak igazat. Na, ezt a rájövés után megszüntettem a megbízást. És nagy ügy volt? Igen. Nem szerettem azt, hogyha engem becsapnak. Tehát, ez oké, okay, nem szereted, de egyébként a vádlottnak nem szívejoga az, hogyha már ebben a kategóriában van, dehogy ha nem, ő már vádolt. Dehogy nem. De neki meg szívejoga, hogy lelkösönjön tőle. De az igazság, az ügyvéd, ügyfél kapcsolat, egy bizalmi viszony. Nekem el lehet mondani, hogy a szomszédot megöltem, simán el lehet mondani, hogy mit csináltam, tehát nekem semmi nem megbotránkoztató, tehát ez nem érdekel. Azt nem, hogyha, hát a szomszédot megöltem, csak késsel öltem, meg azt is nem. De az, hogy önmagában azt mondja, hogy például a másik szomszéd öltem, meg azt már nem szeretem, amikor átrázlak. Tehát. Van egy fiatal fiú, aki megölte a szerelmét, az is a te ügyed, nem? Igen. Ez hogy áll ez az ügy? Az az ügy tárgyalás mellőzésével, tárgyalásról való lemondás lehetőségével megszűnt. Ez az ügy, ez nagyon megvisel. Nem csak azért, mert a könyv elmondtad, igen, a könyv, hogy ez megvisel. Nem csak azért, mert iszonyú módon hasonlított a fiamra, a korba is, mindenbe, külsőre is, hanem mérhetetlenül először nem értettem meg, de valamit nem tudok megmagyarázni, ez a szerencsétlen emberölés. És az ügyészség korrektül egy középarányos ítéletnél kicsit súlyosabb büntetést kért, elfogadtuk tárgyalás nélkül, és ez 9 év, 6 hónap, 18 éves. Ez aki a lépcsőházban megölte. Igen, borzalmas ügy, nagyon, az egész családot is rettenetesen szeretem. Tehát ez megviselte ez az ügy, mert nem tudok magyarázatot adni, és azért ne felejtsük, hogy meghalt egy kislány. A szerencsétlen ügyfelem se tud magyarázatot adni. Itt jutott eszembe az a sporthoz egy kicsit hasonló dolog, nem csak atlétizáltunk, hanem fociztunk is, ugye. És volt olyan, amikor dühönben én is egy óriási pofont adtam valakinek, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Most itt sajnos nem egy pofon volt, hanem megölte. Itt a legnagyobb probléma az volt, hogyha pofont ad, akkor az se Kossuth-díjra érdemes magatartás, de akkor nem hal meg valaki. Miért volt nála fegyver, ami kést jelentett jelen esetben? Leszúrta. Leszúrta, igen. Tehát hát a szerencsére még nincs elrontva az élete. Szemben azzal a kislányal, aki mennyit kapott? 9 év, 6 hónapot. Tehát, ha jól viselkedik, és kormányunk nem változtatja meg a feltételes szabadlábra helyezés szabályait, mert erről azért hallunk, tehát akkor elvileg harmaddal szabadulhat, tehát illetve 2/3 után. Szerintem ez is egy súlyos büntetés. Az igazságszolgáltatás csak addig enyhe, ameddig a veled vagy a hozzátartozóddal szemben nem lép fel az igazságszolgáltatás. Tehát, jó, figyelj, 6 évet ülni emberölésért, még akkor is, hogyha az erős felindulás, vagy nem tudom, micsodát, ott mégis meghalt egy fiatal lány. Sajnos, és ez okozott nekem rettenetes lelki problémát. Lehet, hogy rokonszenves az elkövető, de nagyon együtt éreztem az elhunynak. Sőt, tehát láttam, hogy mikor kijöttetek, akkor ott állt egy csomó tévékamera, meg riporter, újságíró, és először a bocsánatot kértél a gyerekek részvételet nyilvánítottam. Nekem kellene, de részvételet nyilvánítottam. Na szóval vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Ez azok közé tartozott az ügy életemben. Volt pár emberölésem, tehát elég sót volt, amikor még kötelet is kértek rám. Egy olyan ügyész, aki aztán hosszú életemben ügyvéd is lett, tehát ugye érdekes volt a pályafordulás, nem mondom, hogy pályafordulás, de... Már nem él az illető, úgyhogy nem. De nem, szóval attól megijedtem, tehát amikor fiatal ügyvédként kötelet kérnek rád, tehát már királyi többesben mondom, tehát azért az... De végül nem lett. Életfogytigla lett, igen, ez egy a Gubacsi hídnál történt egy emberölés, a 80-as évek elejéről beszélünk. Ennek csak egy valamit kell tudni, akkor még nem tudtam, hogy az ügyvédi beszélőt lehallgathatják. Aztán véletlenül megtudtam, tehát úgy szereztek bizonyítékot ebben az ügyben, de hát Istenem. Ezt én nem tudtam tényleg, és ez szabály. Hát most is benne van a BR-ben, persze. Igen. Persze, a papa és a te ügyfeled volt. Igen, a Sándor István ügy, életem egyik legszebb ügye.
Ott szembe találkoztam a... Ez az olajos történet. Igen, ott szembe találkoztam... Egy volt rendőr nyomozó, csak hogy igen. Azok az emberek, akik nem... Igen, lassan 20 éves az ügy, 20 éves az ügy, akkor volt egy olajbizottság, meg ugye Porték, meg minden, tehát... Ezek közül Porték még most is szereplő. Porték még most is, igen, aktív szereplő, és hát elítélte a bíróság. Na, papaira kanyarodjunk vissza, azt tényleg tudtam, hogy ártatlan egy ember, és az ügyészség valami elképesztő módon víz alá akarta nyomni. Egy általam is nagyra becsült, sőt iskolatársam ügyész volt, aki sportot csinált abból, hogy víz alá nyomja, vagyis elítéljék a védencemet, és akkor itt egy sztorit a könyvedbe, amit én rettenetesen becsülök, ezt el is meséltem. Első fokon felmentették, másodfokon valami jelentéktelen pénzbüntetésre meszelték el, és harmadfokon sikerült az akkor úgynevezett felülvizsgálati kérelembe felmenteni, amire most is nagyon büszke vagyok. Erre legalább olyan büszke vagyok, mint egy magyar bajnoki címre a asztali teniszben. És él, nem még, tudom, él még ez a Sándor István nevű ami az, hogy ilyen dolgozik nekem, szóval az irodája. Ja, és azóta dolgozik neked? Magándetektívként. Hát meg barátok is lettetek. Barátok is lettünk, igen. Felesége ügyész volt, különben ez is nagyon érdekes ügy volt. Gondolkoztam, lehet, hogy a feleségén hogy... akartak bosszút állni, nem? Lehet? Hát azt nem, egy helyi ügyészségen voltam egy túl magas beosztásba, de végigcsináltam vele, és ez még most is, bevallom őszintén, bizsergéssel töltett, visszagondolva a történelmi napokra, mert az egy nagyon-nagyon szép nap ügy volt. Politika szőrös mancsát bőven oda lengette, tehát olajbizottság, akkor ilyen politikai kör, olyan politika, mindenki sáros volt hozzá, teszem az úgynevezett olajszőrt. Minden ide, oldal. Igen, egész pontosan. Igen. Hát hiszen nem hoztak, baromi nagyon sokáig nem hoztak olyan törvényt, amely megjelölte volna azt az olajat, amelyik csak a fűtésre alkalmas, és azt az olajat, ami a dízelautóknak a mozgatására ez alkalmas. Egész pontosan. Egyik kútban 4 forintért kaptad, a másikban 30-ért kaptad literjét a benzinet. És ez nagyon sokan kerestek ebből nagyon sok igen, pénzt. Nagyon ezért aztán a politikát is manipulálták ezek a pénzkereső alvilági iparágban dolgozók, igen, hogy igen. Ne hozzanak olyan jogszabályt, ami kizárná és ezért azt, hogy ez parlamenti létre. Bizottság, igen, és hát na jó. Hát mielőtt őt meghallgatták volna, letartóztatták. Igen, na, ott se hallgatták le a telefont véletlenül. Igen, tehát... Na most akkor mi van, hogyha beszélni akarsz az ügyfeleddel úgy, hogy igazi információk birtokába juss? Nem telefonon tenném meg. És hogyha a beszélőt is lehallgatják, ott egyébként nincs na most, máshol, nem? Lehet, most valamelyik közös ügyünkben, már egy könyvben szereplővel egy közös ügyünkben, kiderült, hogy az én általam védett ügyfélnek a beszélgetése is bekerült a bizonyítékok közé, ami súlyosan törvénytelen, de hát Istenem, hogy ezt a bíróság meg fogja állapítani. Tehát a telefon, ezt is a jelölteknek mindig szoktam mondani, a legveszélyesebb üzem, mert egyrészt meg tudják állapítani, hol vagy, kit hívtál, meddig hívtál. Ma azt is tudják, hogy ha leteszed, azt, hogy a telefonból lehet hallgatni, azt nem tudom, de a telefon igenis a bizonyítékoknak egy fontos eszközét képezi a büntetőeljárások során. Sőt, vannak olyan ügyek, amit csak telefon lehallgatással bizonyítanak. Na most itt van egy több ilyen ügyem, ahol például egy szó nem hangzik el, mert kábszeres ügyről van szó, hanem van abban minden túró, csokoládét, hogy ez alapján el lehet-e ítélni valakit. Nem tudom, ezt érdeklődéssel... Ja, ezeket a szavakat igen, használják igen, a igen, érdeklődéssel figyelem. Érdeklődéssel figyelem majd, hogy... Bizonyítéként az ilyet nem nagyon lehet felhasználni. Nem tudom. Igen? Nem tudom. Aha. Hát, nem hogyha tudom. Valami zárt logikai lánc... Pontosan ez a zárt logikai lánc, ez nagyon... igen, ez egy okos gondolat. Tehát... Hát ugye, még az... csak jogász ez, drága lány. Milyen jó jogász. De nem hiába segítettem neki büntetőjogból. De nagyon megtanította a büntetőjogot. De, az alatt a fél óra, de, szóval... 40 év múlva, és milyen jól használom. Igen. Nem György Kálmánnál voltunk? De. Ugye. Most halt meg, nagyra becsültem a nagyszerű jogász volt, és igen. Gyönyörű, szép igen. Ember. Igen, így van. Pontosan. És akkor itt hogy védekezel? Nem tudom, mi lesz a bíróság ítélete. Tehát most ez egy elég fontos ügyemben, tehát mi úgy védekezünk, hogy ártatlannak vagyunk magunkat, mert tényleg például a tárgyi bizonyíték nincsen. Tehát... Úgy beszélsz, mint a kismamák.
amikor igen, azt mondják, hogy fáj a fülünk. Hát igen, ez egy nagy bajom. Hát ott a király, ez egy nagyon nagy bajom. Ezt mondtam az előbb, hogy azonosulok az ügyeimmel. Nagyon vicces. Tehát már a pingpongütővel nem tudok azonosulni. De van valaki, de... az ügyész, az összerakta ezeket összerakta a csokoládét. Ez, ha itt egy kereskedésről van szó, az 5-től 15-ös ügyekről beszélünk. Évben. Igen, évben. És középarányosnál 8 év, tehát ez nem gyerekjáték. De hogy milyen az igazságszolgáltatás? Egy telefon használatáért most láttam a saját szememmel egy hivatalos személynek átadták, és azt mondták, hogy vagyoni elény, egy 5 évet szabott ki első fokon a bíróság, tehát azért, aki azt mondja, hogy az igazságszolgáltatás enyhe, az alaposan téved. De mi volt ez az ügy? Ez egy hivatalos személy, aki kvázi vesztegetési pénzként ezt mondja, hogy az ügyészség kap egy telefont, és ezért, ez mint vagyoni elény, a telefon használata, ezért 5 évet láttam most, elképesztő. Azt szeretem volna még a büntetőjogból megbeszélni, bocsánat, hogy csapongok, de egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit a gyilkos fiúról mondtál, aki 9 évvel megúszta, és annak is majd... 9 év 6. 9 év 6, mindegy, és hogyha harmadolják, akkor már kinn is van talán. Igen. Szóval, hogy amikor megajánlja az ügyészség, hogy 9 év, és akkor nem ismerjük el egymást, 9 év 6 tárgyalás mellőzésével büntetés kiszabása, talán így jobban érti a néző is, hogy miről van szó. Az szerinted jó? Nagyon jó. Miért? Hát egyrészt... Nem húzódik el évek. Ez az első. Igen. Tehát általában azért... És a büntetés célja az, hogy gyors legyen és hatásos. Igen. A másik, hogy azért nem mindenki ártatlan, akit meggyanúsítanak, azért ezt azért vegyük tudomásul. Tehát azért van, amikor az ügyészség alappal vádol meg valakit. Tehát az eljárások nagy része úgynevezett kisebb ügyek. Ezek kiemelt ügyekkel foglalkozik a sajtó, és már miért ne azzal foglalkozna természetesen. Tehát ez a középarány, illetve a középaránytól egy kicsit eltérő, megismerve a bíró ítélkezési gyakorlatokat, tehát általában jó javaslatokat szokott tenni az ügyészség, és hát ezt el kell fogadni, hogy bizony sok esetben igaza van az ügyésznek, bizony. Van nekem egy furcsa dilemám, hogy ugye a bírók nem mehetnek be egy tévéstúdióba indokolni. Nagy hogy hiba. Ti mehettek, csak ügyvédek. Na most, amikor egy néző, én is, már volt olyan ügy, amiben úgy bedőltem, mert egyszerűen annyira meggyőző volt az ügyvéd, hogy nektek jobb lenne? Nem lenne jobb, ha egy bíró is indokolna? Igen. Ha nem is a bíró, nekem nézőnek biztos, hogy jobb lenne. Igen. Ha nem is a bíró, de a bírósági szóvivő mindenképpen kellene, hogy jobban kellene egyes ügyekben. Igen, mert nagyon szűk szavó, hát az, abból nem derül igen. ki semmi. De én, ez egy régi dilema. Szerintem egy bírónak meg kéne adni azt a jogot, hogy valamilyen szinten megszólalhasson. Nem az egészében, mert az szolgálati titok, hogy nevezzük így. De szóval az, hogy egy elefántcsontoronyba elvonulni, mert hogy bíró vagyok, és punktum, tehát ezt szeretik. Én ennek ellenére annak vagyok híve, én az abszolút nyíltságnak vagyok ilyen esetben híve, hogy igen, amikor elmagyarázom, mert most volt ez a múlt héten ez a 4 éves ítélet, az egyik legszigorúbb bíróság hozta, aki ez amikor a csatornába beledobta még ha az a bíróság ezt a döntést hozta, biztosan megalapozottan hozta. Tehát de közben meg már kipécézték a nőt. A nevét is, meg a fényképét közé tették. Katasztrófa az, hogy a bíróságokat milyen nyomás alá helyezik. Nagyon sok rossz ítéletet kaptam, tehát nem tisztán megvédeni a bíróságot. Sőt, vannak egyes bírók, akik tényleg nemtelen dolgokat tesznek, de önmagában azért, hogy valaki például felmentő ítéletet vagy más minősítésű ítéletet hoz, kipécézni, az súlyos, nagy sajtóhiba, megint a sajtó felelőssége. Figyelj, de én azt gondolom, hogy ha jön egy olyan ítélet, egy ügyben, amiről a közvélemény értesült, tehát, hogy ott kezdődik a dolog, hogy tudják azt, hogy volt egy olyan ügy, hogy egy csatornába beledobták a fiatal fiú, az ex-barátjét. Még élve a lányt. És mintok kiderült élve, és a lány attól halt meg, hogy a csatornába bele lett. Előtte bántalmazva volt, bele lett. Ez nagyon nehéz, nagyon nehéz és nagyon részletes indoklást érdemelne a bíróság részéről, hogy mitől 4 évvel megy el az a fickó, onnan egyébként a jelenlegi szabályok alapján
szabadlábon távozik, mert már előzetesbe kitöltötte azt az időt, amennyire elítélték. Tény, hogy furcsa. Hát ez több, mint furcsa, mert azoknak az embereknek, akiket érdekelnek a bűnügyek, az is megvan a fejében, hogy lehet, hogy még azt a 4 évet is csak azért kapta, mert annyit már leült. Mert az is lehet, hogy akkor el kellett volna engedni, mert annyira bizonyítatlan volt ez a dolog. Tehát csupa kínos kérdés van ezzel az egészen kapcsolatban, és itt van, amit a Kati mond, a nyíltsággal, ha elmagyaráznák, hogy miért hozták ezt az ítéletet, ki lenne... Hát persze. Én se tudom, hogy miért hozták. A bíróságok ellen hangolja igen, az embereket, pedig, az, hogy ők nem szólalnak meg. A bíróság elleni hangolás az a jogállam aláásása. Pontosan. Hát ez most minden szinten divatos, tehát ezt nem csak a lakosság ássa, hanem ezt a kormányzat is ássa, azért az objektivitás kedvéért. Hát ez egy politikai termék, igen, ez tegyük egyértelmű. Hozzá, igen. Legalábbis mondjuk például ti ügyvédek, bizonyos rétegetek, amelyik akik közületek mindenféle politikai funkciót is vállalnak. Politikai funkciót vállalnak, meg nem tudom én, olyan ügyekben képviselnek rabokat, amikből aztán kártérítést kell az államnak fizetni, ezek nem mennek. Ha ebbe egy-két mondatot. Először is ezt a jogszabályt a strasbourgi döntések után a magyar kormány hozta. Tehát van egy olyan döntés, amelyet az ügyvédek felhasználtak, tehát semmi törvénytelen nem követtek el. Különben ebből a listából ketten is megkerestek, hogy hát micsoda személyiség sértő dolog az, hogy őket listázták. Mondtam, rendben van, még elképzelni, hogy a személyiség jogot sért, a jó hírnevet, akkor azzal kezdjük, hogy mi a valótlan. És bizony kiderült, hogy az ügyiratok száma, tehát az ügyfelek száma és a megítélt pénzösszeg száma is stimmel. Tehát rögtön a személyiség jogvédelem alapeleme hiányzik, a valótlan tartalom. Az, hogy milyen szövegkörnyezetben azt lehet vitatni, de miután állampénzéből történő kifizetésekről közölték azt, hogy mennyi pénz kifizetését valósult meg, tehát olyan jogtalanság nem történt meg. Az már nagyobb hiba, azt mondják, hogy ez a pénz az ügyvédek letéti számláján landolt, hát ez az ügyfelek pénze. A letét az szent és érhetetlen, leszámítva egy-két kollégánkat, aki ezt a szabályt... Aki szabály... Mert volt ilyen. Mert ti harcoltatok egy időben azért, hogy egy központi letéti így, számla legyen. Pontosan, egy a francia mintára... Milyen okos vagy, Katus? Nem, tehát írtam egy könyvet az ügyvédekről. Ja, csak azért. És igen, a francia minta, hogy ott van egy központi letéti száma, és csak úgy lehet kifizetni róla a két ügyvéd elejegyzést. Ha jól tudom, nem ismerem, de volt az előző elnökünknek volt egy ilyen terve. Ez nagyon szép gondolat, csak zárójelbe beteszem hozzá, hogy az ügyfelek meg rágják a kefét, mert várják, hogy ti ketten összeálljatok és elhozzátok a pénzemet. Tehát az ennek is van több oldala. Rengeteg, több oldala van, tehát jelenleg ilyen szabály nincs. Hozzáteszem, ha már letétről beszélünk, tehát nem a klasszikus, tehát ügyvédi munkadíjat rakok letétbe, hanem a háromoldalú letétnél, ott be kell jelenteni, tehát azért van. Mindjárt vége, de én még egyet akartam volna kérdezni, hogy amikor pingpongozol, meg diszkózol... Így lesz keretes a történet. Akkor nem járnak az ügyek a fejedbe? Még akkor is? Akkor se tudsz kikap... Igen. Egy fonákot ütsz, és azt mondod, hát, hogy... Szóval igen, mert ez egy fonák helyzet, szóval szerintem... igen, tehát... Tennél a néző többet érdemel. Magyarország többet érdemel. Hegedűs László, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó volt veled találkozni 40 év után. Libazsír minden bizonnyal lesz a jövő héten is. És a FESZ-ban Béla jön. Igen, úgyhogy... Sajnos akkor... most nagyon ráírnek a színészek. Megpróbálunk egészségesek maradni. Viszontlátásra jöjjenek akkor is.